Arról beszéltünk a Viktorral egyébként, a, mikor még nem értél ide, mert egy 30-40 percet később, de nyilván az nem tartozik a nézőkre. 30 volt. Uh, Óriásit kellett érte futnom. Igen. A többi 10 az abból jött össze, hogy posztolták. Ja, jó, oké. Okay. Mondjuk megtettem volna akkor is, amikor nem vagy itt, csak akkor nem tudlak beletenni. Tehát igazából erről Senkinek is hiányozott volna. Na mindegy, szóval, hogy a Dusabájev milyen korrekt, ugye, hogy azt nyilatkozta, hogy mindig nagy élmény a világ egyik legjobb edzője ellen meccselni, aki sokat tett a sportágunkért, hogy ilyenkor azért uh, kijön, hogy uh, úgy, mint mi is egymásért, ezt hallhatják a nézőink, azért kiállnak az edzők egymásért, főleg a barátok. Ez korrekt, nem? Igen. Hát. Még ha figyeltem is volna, amit mondtál, kicsit elbambultam, akkor <laughs> tudnék rá reagálni. <laughs> de figyelj, kiállítás megnyitón is beszélhet egy aktuálisan elismert festő arról, hogy mennyit jelentett a festészetnek hmm. Michelangelo. Tehát, hogy lehet, hogy Pásztor de... régebben volt, amikor aztán nagyon sokat tett a sportágért. Hát, Jaj. De minden esetre az egyébként, hogy komolyra fordítsam, hogy hogy Dusebayev szavaiból mindig is sütött az iránta érzett tisztelet. Tehát biztos, hogy az ő pályafutását is befolyásolta azért pásztor tevékenysége. Mi is történt a Szeged mérkőzése előtt? Hát a lengyel csapat ellen ugye egyáltalán nem számíthatott könnyű találkozóra Juan Carlos Pásztor együttese, hiszen a Kielce veretlenül vezeti egyébként a hazája bajnokságát, a Bélben pedig mindössze megnéztem, egyszer még a második fordulóban kapott ki a Barszától, akiktől szerintem ki lehet kapni a címvédőktől, és hát a szegedieknek sincsenek túl jó emlékei Tudod, a lengyel ezzel... úráról. <laughs> Arra emlékeztet a a, 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 Nemzeti sportfelvezető címe. Nem, 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 ennél sokkal jobb. A másnaposok kettőben volt talán, amikor, amikor Tájföldön esküvő és a a Lütyő, már nem emlékszem a nevére, felszólal, és a, a betanult szövegét felolvasva. <tály> Tájföld lakossága. <tály> az a durva, hogy mindketten beletaláltatok, mert épp ezzel akartam folytatni, hogy így vezette fel a nemzeti sporta találkozót. Mindegy, lelövitek előre a poénokat meg lelütyőztök, na mindegy. Szóval a szegedieknek Bocs. nincsen jó emléke, most már akkor végigolvasom a november harmadikai lengyel túráról, hiszen úgy kaptak ki 7 góllal, hogy még a győzelem közelében sem jártak, és sokszor, sokkal szorosabb mérkőzésre számítottak. Arról a mérkőzésre talán mi is elmondtuk, hogy ott kegyes volt a edző partner, úgymond a másikkal, akár ott a bokivégzés is lehetett volna, de azóta ugye történtek változások, és úgy tűnt, hogy kezd kiegyenesedni a Szeged, megnyugodtak a játékosok, ugye azzal, hogy ugye tisztázta a vezetőség a pásztorral való együttműködést. Hát ehhez képest mit láttunk a találkozón? Azt, hogy a Kielce más szín, de nem csak a Szegedhez képest, én azt gondolom legalábbis, hogy a Barcelona mellett a, a Kielce mutatja a legmagabiztosabb játékot, és mondhatni talán, hogy eredménytől függetlenül, tehát belőlük süt, süt az, hogy Final forró csapat. Aztán lehet, hogy a végén nem lesznek azok, de, de azért én az fogad... nagy meglepetés Az lenne. nagy meglepetés lenne, tehát én azért mernék most fogadni rájuk, bár nem szoktam. Tehát a Szeged esetében ugye az volt a kérdés, hogy a két céljeleni győzelem, az mit jelent valójában? A Bánhidi Bence annyit mondott, ha már így vezetett föl, hogy hogy is fogalmazott, mindjárt megkeressem, kiváló a hangulat a csapatban, Ugyanakkor hozzá tett, hogy a kielcének ugye bomba erős a kerete, minden poszton két klasszisa van, de nem verhetetlen. Hogy lehetett volna őket megverni? Ezt biztos tudják a szegediek, de nem látszott, hogy tudják. szerintem ezen a mérkőzésen pontosan a papírformának megfelelően alakultak a dolgok. Egyetlen igazi hullámvölgy volt a lengyelek teljesítményében. Szerintem ott Trastarson sérülése után Elveszítették a koncentrációt egy pár perc, és akkor produkált egy 4 0 a Szeged, amivel visszajött. Egyébként addig fokozatosan nőtt a különbség a két csapat között. Ugye ott már eljutott 5 is, 13 Amikor és 13-8-ra vezettek. És onnan X lett, tehát 5-öt rúg, rúgott, dobott Zsinorban a Szeged. Igen. Tehát az volt az egyetlen törés ezen a mérkőzésen. A Szeged azzal sem tudott élni, amilyen esélyt a második félidő elején kapott, hogy gyakorlatilag egyfolytában emberelőnyben játszott. Ugye Bombács kiharcolt egy kiállítást, ami nem volt az, amikor neki ütközött a valamelyik védőjátékosnak a vállának, de a játékvezetők úgy látták, hogy arcon vágták. Hm. Abból lett egy két perc, és onnantól kezdve a következő 8-10 percben háromszor, négyszer volt ember hátrányban a kijelce, és ott sem tudott a Szeged közelebb. Nem, maradt a különbség, végig tartotta ki. az, az lett volna egy esély szerintem, de egyébként azt tettem észre, hogy a Dujsebájev sor, mert ugye így játszik a kielce, hogy van egy Remili Szicskó, Karácsics hármas középen, és utána jön a Dusebájev sor, amikor a mesternek a két fia egyszerre van a pályán. Az nem tett különösebben sokat hozzá a játékhoz, soha nem tudták növelni gyakorlatilag az előnyt, de a másik csapatrész ezt elintézte gyakorlatilag. Hát, ez jól hangzik, akkor ők csak azért játszanak, mert jó Persze, az, 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 az edző edző fiai, tudod. Nem, hát ugye van, amikor ők szokták azért ezt a különbséget kialakítani. <laughs> Alex nem lőtt gólt úgy, adott gólbasszokat szép számmal. Hát én nem is emlékszem. Hát családilag erre. tisztelik Pásztort valószínűleg, mert ők nagyon visszafogottan játszottak. Még a végén ki ne derüljön, kereszt mert akkor hm. aztán tényleg itt az összeesküvés elméletet bejön. Nem. Most, amit a, a lengyelek iszonyatosan jól csináltak, és nagyon kevés csapat tudja megvalósítani, és éppen ez mutatja, hogy mennyire jó is a kielce, az az, hogy Báhidi Bencével úgy védekeztek, hogy gyakorlatilag az elején kiderült a Szeged számára, hogy itt más utakat kell keresni, nem lehet arra építeni, amire szoktak, hogy majd Báhidinek bejátszák, és ő beforog, mert mindig kettő hárman ott voltak rögtön, hogy megkapta a labdát. Szerintem ennek is volt az a következménye, hogy a meccs végére Bombácsnak nagyon sok gólya volt, mert hogy úgy voltak vele, hogy akkor inkább az irányítók meg a lövők próbálkozzanak, azoknak legyen esetleg esélyük távolról, vagy betörésből helyzetbe kerülni, mint sem a beálló játékkal menjen valamire a Szeged. Tehát ez a mérkőzésnek ez az alakulása, ez egyértelműen Dusabájev szándéka szerint történt, úgyhogy azt lehet mondani, hogy taktikailag is elérte, amit akart. Nekem azóta vajon kevés passz jutott le például a szélre a Szegednél, ami segíthette volna azt, hogy még jobb legyen a játék. Pedig ugye megint most már Mácskovsekkel a, a csapatban a Bodó Frimmel balszán kezdett például, tehát nem szita volt a balszélső, is a meccs elején. Úgyhogy uh, mehetett volna le labda valóban többször. Egy dolgot szeretnék azért itt megemlíteni, ha már ugye Kielce és Szeged, hogy Bombács, amikor Szegedről elment, akkor Kielcébe ment és onnan visszajött, hogy vajon véletlene az, hogy az egyébként hihetetlen jó képességekkel rendelkező szegedi irányító nem jutott még soha a Final forba. Tehát az az érdekes, hogy amikor ő elment a Kielcéhez, akkor előtte már többször bejutott a Kielce -a, a Final és amikor eljött a KLC-től, utána a Kielce többször bejutott a Final Mert hogy vannak azok a típusú irányítók, akik iszonyatosan jók, Bombács iszonyatosan jó játékos, de valahol mégis egy csomószor a saját személyük az, ami fontosabbá válik a játékukban egy-egy pillanatban, és nem a csapat. Tökéletes, hogy ezt mondtad, mert éppen uh, lehet akkor tudjátok mit csinálni, hm. István gondolatával azért nem, mert azt írta, hogy valószínű nem értetek velem egyet, de nekem bombács játék abszolút megöli a csapatjátékot, és közben most ezt mondtad. Hm. Nekem... Lehet, hogy ő István. Igen, továbbra is gyanús, hogy neked meg ő a keresztapád, ha már itt családról beszéltünk, de viccet véretével felviszi a labdát, írja, megáll és pattogtatja a labdát, félszemmel figyeli a védőt, a beállót, és vagy bebújik a résbe, vagy bejátsza a beállónak. Nincs ritmusa szerint a játéknak, nincs lendület, nincs húzás a szélsőknek, hiába van mindkét szélen nagyon jó szélsője a piknek, alig kapnak labdát, jobb nem volt kapuralövés, bal szélről pedig egy volt Blonznak, akit pár perc után már le is kapott a pályáról Mister, és egy lövése Szitának. Az élcsapatoknál 8-10 gólokat lőnek a szélsők, szita a pedig abszolút értelmezhetetlen. Erről írt, illetve ő még azt fejtegette, hogy szerint azért hagyott ki a picket sanszot, mert oké, okay, hogy komoly játékosai vannak a kielcének, ahogy Bánhidi is mondta, oké, okay, hogy gyakorlatilag belefér akár egy három gólos vereség, de szerinte a kielcem messze a tudás alatt játszott, és ez maradt kiasználatlanul lesz, hogy hát, hát, Voltak olyan játékosai, meg, vagy olyan játékelemek, de például beállóból kifejezetten, ők, kifejezetten eredményesek voltak, tehát turná egyből lőtt az elején hármat, aztán a másik fél elején is kettőből kettőt. És de a játékmesterről, amit ér Hát attól még, amit leírt, az egy jelenség, attól még lehetne a játéknak olyan folytatása, hogy a ritmusváltás után lemegy a labda be a szélre, de egyébként most már biztos, hogy Viktor írja ezeket a leveleket, <laughs> hát azért azt leszögezhetjük, hiszen a szélsőket is megemlítette, de van benne igazság, persze. Azért bombács fejére nem húznám a vizes lepedőt. Én, ja, és még visszatérve az alapgondolathoz, hogy Persze lehet mondani, hogy voltak adott esetben hiányosságok a Kielce játékában, szerintem rá tudtak volna még tenni egy-kettő lapáttal, hogyha szükséges nekik. Igen, és egyébként hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy Dujsebájev nem feltétlenül elégedett a játékvezetőkkel. Volt mm. műbalhé megint. De én szerintem nem csak műbalhé volt, tehát én szerintem valamelyest oka is volt rá, mert ott eltelt a mérkőzésen egy olyan 40 perc úgy, hogy szinte szabaddobást is alig kapott a Kielce, nem, hogy két percet a Szeged, vagy heteseket. Tehát ott egy nagyon érdekes szakasz volt játékvezetői szempontból ennek, amikor egymás után jöttek a kijelce kiállítások, és a túloldalon nem fújtak be elég egyértelműnek tűnő heteseket. Tényleg szabadobást nem kaptak olyanokra, ami pedig úgy tűnt, hogy hetes. És mit szóltatok az izland irányító sérüléséhez? Az mennyire volt benne a játékban? Hát amennyire Szörnyi. egy sérülés benne van, borzasztó volt. Tehát azt azért mindenki tudta az első pillanatban, De ott, ott is, tévé előtt is, igen tehát az összes reakcióból lehetett látni. Nem, mert ez egyébként ez szerintem viszonyatosan meg tud fogni akár egy csapatot, hát az és majd Weströmlé is nyilván beszélünk Hát mondom, hogy ott a koncentráció abszolút visszaesett, tehát addig tökéletesen lőttek, és onnantól kezdve jött egy szakasz, amikor kihagyták a helyzeteket. Állilovics is többet fogott, de sokszor az volt az érzésem, hogy azért, mert nem lövik annyira jól, mint az elején, mert az elején nem hagytak esélyt az a a lengyel csapat játékosai, tehát őket egy picit megfogta ez, Csodálom, hogy csak egy picit. Tehát azért az, amikor egy ilyen történik egy csapattársaddal, az hát a, a gondolataidat teljesen elviheti a mérkőzés. Hát ott tényleg ott lőtt ötöt a szeged, és tulajdonképpen Wolf bravúriai kellettek ahhoz az első végén, hogy, hogy visszarángassa a csapatot, meg talán a szünet is, hogy visszarángassa Igen. a csapatot az addigi útjára. Hát mondjuk egyébként, szerintem lehet, hogy rosszul gondolom, de akár a Szeged játékosait is elviheti, mert az ember ilyenkor, soha nem voltam játékos, de biztos arra gondol, hogy úristen, ez velem is megtörténhet. Hát meg egyáltalán ott történik az orrod előtt, Éjjjván. tehát ez biztos. Ez sok volt szó szerint, hát jobbulást kívánunk. A Trásztár kívül egyébként még Szitát és Bloncot emelném ki, mint olyanokat, akiket sajnáltam a mérkőzést nézve. Mert hát ebbe a szerebe kényszeríteni ilyen szintű játékosokat, és most már nem először persze, de Tényleg van egy blonc szintű kézilabdázó a bal szélen, aki arra kap esélyt, hogy tök két támadást legyen fent a pályán. És van egy darab lehetőség, amikor megkapja a labdát, abból beugrik, egy szűkszögből szögből szépen megnagyítja, belövi, és utána nincs a pályán. A szita meg ugye hát nem is tudom, nem a saját posztján játszik. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, majd nyilván beszélünk a magyar válogatott keretéről is, hogy itt most egy csomó olyan játékos van, aki úgy érkezik majd a válogatotthoz, hogy nem tudjuk, hogy mit tud. Mesterséges lélegeztetésre szükség a csema részéről. Ja, és a Szita is ilyen, tehát nem tudjuk, hogy hol tart. És már nincs ott Gulyás István sem a lelkek nagy ápolója. Na mindegy, visszatérve akkor a BR-re, szinte menjünk is tovább a Veszprémmel ha csak nincs még valami a Szegedhez. Hát csak annyit szerettem volna még mondani, hogy ugye a Szeged most majd az Elverumban játszik, nyerhet, könnyedén szerintem, tehát ez az a meccs, ahol tényleg esélyes, és akkor a tabellán kialakulhat egy olyan helyzet, hogy úgy tűnik, hogy közel van a többiekhez, de ez megtévesztő lesz. Mert hogy a Szeged túl lesz a célja és az Elverum elleni két-két meccsen is, miközben az ellenfelek... Hát eddig az elverumot verte meg, és a cejét verte meg. Miközben az ellenfelek meg még játszanak majd az elverummal és a cejével, tehát van mondjuk úgy négy pontjuk a tartalékban, és így kell majd őket utolérni elvileg, Igen. hogyha még előzni is szeretne a Szeged. Veszprém mérkőzésnek több ilyen pikáns felvezetése is lehetett, hiszen visszatért Csavi, ugye ugyanúgy a plockban játszik, az a Terzi, csak egy közönségkedvenc volt a Veszprémnél, sőt, ugye odaigazolt a fazekos Gergő, igen, így van, akit reméljük, hogy minél hamarabb be tud mutatkozni ott, illetve egyáltalán visszatér majd a kézalapda vérkeringésébe. De én szerintem viszonyatosan komoly reményekkel vághattak neki ennek a mérkőzésnek, többek között azért is, mert nem szárnyal a BH-ben a plock. Jó, hogy a Veszprémiek, hát uh, nyilván most egy zágrábi vereség után reagálni kellett azért. Az Azt mondta a Lauge, is. hogy uh, igazából nem sokat foglalkoznak azzal, ami történt Zágrában. Emberek vagyunk, bárki bársz, hát inkább arra törekszünk, hogy újra olyan szinten játszunk, mint korábban. Úgyhogy uh, ezt valószínűleg így maguk mögött tudták hagyni, legalábbis ezt tűnik ilyen nyilatkozatban. Jó, de Lauge nem játszott még mindig? És azért az megint csak kérdés volt. Ha nem ez. ő kapta felmosást, nincs. Könnyen <laughs> beszél. De hogy a, az ő helyettesítése mindenféle tekintetben, az természetesen kérdés volt. De ez a Plocs most nem tudta megnehezíteni kicsit sem a, a Veszprém dolgát. Meg a Koszorotov hát, miatt volt nadics, izgalmas az, az egész. És mert Hát igen. Hát én is úgy uh, tudom, hogy Koszorotov Veszprém játékos lesz majd. Szépen szórta magát, nagyon jó dolgai voltak de hogyha a Lauge helyettesítését vesszük, akkor ne Nenadic. Tehát Nenadics most úgy játszott, ahogy az előző két mérkőzésen megközelítőleg sem. Ahogy beszóltál, hogy nagyon alacsony szinten kézelabdázik. Hát, azt mondja, hét, bő 7 perc alatt lőtt négyet, már 6-3 volt, és 15 perc után már 6 gólos volt, és 11-4 ide. Tehát azért Igen, hát így kezdtek volt. most, hogy Nilsson és Nenadics a pályán volt a meccs meccselejét, olyan Igen, szokatlan. Igen. Hát azért nagyon szívesen dicsérem a Veszprémet, és ezen a mérkőzésen lehetett is, mert jól játszott, de itt volt egy olyan ellenfél, ami szerintem ezen a napon nem nyújtott BL szintet. Tehát az elejétől fogva Zsitnyikov játéka, aki ugye kezdőirányító volt egyébként kint is a két csapat meccsén, de ott korán megsérült. Azt kell, hogy mondjam, hogy eszetlenül játszott. Most az a visszafutás, amikor sikerült ugye két percet kiharcolni, mm -hmm. mert a labda eltalálta a kezdőkörben, hát azt szerintem tökéletesen megmutatta, hogy mennyire volt ott fejben ő, és hogy az egész csapat, hogy Sarmiento bejött. Szármilyen hát tó. ő küzdik még így Abszolv. a visszatéréssel. Lassú, ködik, a de... lövései után a labda nem megy el a kapuig, <laughs> konkrétan, tehát tényleg olyan, mintha tíz éves kislányok próbálnának hármas labdával dobni, ami ugye nem szokott menni. Nagyon szép hasonlat volt. De tényleg iszonyatosan nincs erőben, és ő volt a második számú irányító, ugye hogy Zsitnyikov lekerült a pályáról. Az egész csapat nagyon rossz képet festett. 22 lövése volt az első fél időben a Plocknak összesen, és abból 15 találta el a kaput. Ez iszonyatosan alacsony szám. És hát azzal, hogy a Veszprém jól kezdte el a meccset, azzal meg szerintem végképp meg is törte ezt az ellenfelet. Nyolc Itt... és fél perc alatt hét Veszprémi gól volt. Gyakorlatilag minden. Igen. Némi túlzás. Bár nem, egyébként mert volt egy-két bravúr azért a lengyelek fiatal kapusától. De amit ki akartam emelni, hogy Ligetvári támadott. Igen, Rövid a ideig, mondta. de úgy felt. Igen, a múltkor mondta Viktor, hogy talán ki lehetne próbálni, és most feltűnt. Ismét István, és fogok idézni. És fog is játszani, tehát most a harmadik félidőben láttam nyilatkozni, és hogy ezt gyakorolják. Kiemelte ő is, hogy edzőmeccse elege volt, de amire inkább... Fókuszálnék az ő leveléből, az az, hogy ne, nagyon nem tetszett neki, hogy Illich az utolsó egy percre akarta Lukácsot beállítani, de még az sem sikerült. Igen, fel is írta magamnak, hogy Lukács is majdnem pályára lépett. És azt bármi. írja, hogy ha egy ilyen sima mérkőzésen sem bízik benne az edzője, akkor nem érti, hogy miért nem engedik el, és ő ezt megalázónak érzi kicsit. Ti ezt hogy látjátok ezt az egész szituációt? Mi Lukácsról rengeteget beszéltünk már, el is hangzott az is, hogy amikor kölcsön akarta venni a kis Veszprém, akkor ezt már te meg megelőzve mondtad, hogy jó lenne, ha kölcsön venné, aztán végül ugye nem jött össze ez Igen, a biznisz. Éles Józsi meg utána nyilatkozta, hogy az volt az egyik első gondolata, hogy akkor Lukácsot kölcsönkérik, aztán ebből nem lett semmi. A bajnokságban játszik egyébként. Igen, de tehát azért nehéz amúgy, mert hogy Ilics dolgozik vele. Tehát gondolom nem a saját maga, meg a játékos ellensége, hiszen nem véletlenül mm -hmm. nem lékaimátért Mátért tartották meg, hanem Lukács Péter. Tehát ezt nyilvánvaló, hogy hosszú távra terveznek vele, szerintem. De de azért mégiscsak, amikor 11 góllal vezetsz 21-10-re, és tényleg minden ül, akkor, akkor furcsa, hogy nem De várjál, májára. nem csak ez volt, hogy vezetsz ennyivel, hanem az is volt, hogy közben Illich Zorán beteg volt, tehát nem volt ott, uh -huh. Lauge sérült, tehát nem volt ott, és meccs közben megsérült Yahia, tehát nem volt ott. Magyarán, Nenadics Máé és Eldarát triója maradt összesen a három külső posztra. És így vezetsz 10 góllal, és így nem hozott be a játékost egy percesse. Tehát itt már csak, ha pihentetni akarod a többieket, mert olyan sokat játszottak, már akkor behozhatod. Tehát ez olyan szintű bizalmatlanság, ami bennem legalábbis kérdőjeleket vett fel egyáltalán hosszú távú alkalmazása vagy alkalmazhatósága kapcsán Lukácsnak. Tehát mit akarnak egy játékostól, hogyha akkor sem hozzák be, amikor pihentetni kéne, nagy az előny, és nincsen másik csere azokra a posztokra? Tényleg akkor lehet, hogy a Krisztián szavai lesznek itt a döntőek, hogy valamit az Ilics lát az edzés munkába vagy a Na háttérbe. Na jó, de akkor kölcsön kéne adni. Uh -huh. Vagy el kéne adni. Mert hogy mi lesz akkor, most várnak még egy pár évet, és négy év múlva már két perce bejöhet majd Lukács Péter, vagy hogy mi, mi a kifutás ennek a történetnek. Uh -huh. Még annyit mondanék, hogy egyetlen pontja volt szerintem a meccsnek, ahol a plock még esetleg visszajöhetett volna ebbe, akkor 23-17-re feljöttek, volt egy jó sorozatuk, és pont akkor Jahia megsérült. Igen. Viszont onnantól kezdve a következő percekben négy darab kétperces kiállítást sikerült összehozni a lengyel csapatnak, úgyhogy a saját esélyét tökéletesen elvette. Megszolgálták ezeket Igen. szépen. Igen. Mondjuk ez a Jahia sérülés azért szerintem felveti annak a lehetőségét, vagy szükségességét, hogy télen jobb átlövőt kell igazolni a Veszprémnek mert ez 6-8 uh, hónap, de inkább lehet, hogy 8, szóval érdemes számolni egy keresztalak szakadás után, mire újra pályára léphet. Tehát ebben a szezonban nem. Illicsre láttuk, hogy mennyi feladatot bíznak. Nem tudom, hogy uh, most tényleg csak megfázással küzdködött, vagy más gond is van, minden esetre um, egyedül van balkezes átlövőként. Tehát, hogy uh, muszáj lesz a Veszprémnek szerződtetni a játékos. Ha elvileg úgy van most a szabályozás, hogy egy olyan játékos igazolható ilyen esetben, aki már játszott a BL-ben ebben a szezonban, ha jól tudom. Meglátjuk, hogy sikerül-e abból a körből meríteni. Hát én nem nagyon tartom valószínűnek, hogy sikerül olyan játékost hozni a BL-ben már szerepelt balkezes lövők közül, aki segítene is a Veszprémet. Hát, és ugye jövőre meg reméljük, Jahia minden rendben lesz, Jahia lesz, és Sandel is lesz, tehát hogy meg Ilics is itt van, tehát jövőre az illető alig, ha nem létszám felettivé válna. Úgyhogy ez a nehéz. Szerintem úgy. van egy megoldás, hogy legalábbis én gondolom, hogy merre kezd el tapogatózni a Veszprém, vagy hogyha én ott lennék, akkor mi lenne az első gondolatom? Az lenne, hogy van egy olyan magyar csapat, amiknek iszonyatosan erős a kerete, de semmilyen nemzetközi kupa érdekeltsége nincsen, viszont van egy hmm. ragyogó formában lévő balkezes átlövője, aki magyar, akit szerintem pár hónapra esetleg meg lehet szerezni. Tehát én Ancsira gondolok, hogy őt meg fogja próbálni a Veszprém. Ez a, a Siposból kiindulva akár? Hát meg lehet. ugye az volt a legutóbbi történés a két klub között, hogy itt a együttműködési szerződés van közöttük, és segítik egymást ott, ahol tudják. Esetleg nem tudom, Lukács Pétert odaadhatják még akkor is, hogyha nem balkezes, és elhozhatják Ancsint. Lukács szerintem többet játszott ott, nemzetközi kupát nem játszik, úgyhogy mindegy. Ancsinak szerintem nagyon-nagyon jó vb-je is lesz, legalábbis, hogyha abból kiindulhatunk, hogy milyen formában van egy virágzásnak, mondtuk harmad, bocsánat, kérek, de egyébként tényleg egy ilyen későn érő típus volt. csak Az elején is a nagyon jól. A Nekával döntetlen, játszott a tatabánya a hétvégén, és ott hát Nem mindig, de amúgy alapvetően jó formában van. Vagyis hát nem tudom, csak a statisztikát láttam. A meccset még nem töltötték fel az MKS honlapjára, de most elvileg nem játszott jól, de hogyha az egész szezon hát, nézzük, akkor jó formában van. Na, a gyerekek a Bukaresttel zár egyébként a Veszprém csütörtökön. Az Ö, fontos meccs fontos, lesz. Fontos, ráadásul ugye most második helyen tanyázik a Veszprém. És az... azt meg is akarja tartani Minden. nyilvánvalóan. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem kulcsfontosságú lesz, hogy jól fejezzék be ezt az évet. Megyünk tovább, még köze a férfi Európa Ligával. Megvan az első Veszprém siker, gratulálunk, és a mellett meg két X, ugye a Ferencvárosnak, illetve a Balatonfürednek. Hogy láttátok a találkozókat? Ha jól tudom, akkor az alvás helyett nézte ezeket tegnap éjjel. Hát igen, meg hajnalban is, de hát azért nem tudtam mindent végignézni. Mindegyikből láttam a valamicskét előjáróban azt azért elmondanám, hogy én annak idején, még a sorsolás előtt igaz, de azt mondtam, amikor bejutott ez a három csapat, hogy számomra innentől minden megszerzett győzelem vagy pont extra. És most ugye mind a három csapat szerzett pontot, ami tök jó. A Fradi mérkőzése egészen kivételesen alakult, vagy legalábbis úgy, hogy, hogy fantasztikus volt a hangulat, meg az egésznek a, a végkicsengése. Olyan volt, hogy, hogy jó volt nézni, de azért az előző két mérkőzésen, ha csak a számoknál maradunk, ott tényleg jó lett volna, hogyha további társai álmokat dédelget a Fradi, négyből négy pontot megszerezni, ebből a négyből egyet sikerült ugye a Benidorm, illetve a Valur ellen. De összességében, um, tudom, olvastam, hogy, hogy itt Pásztor Istvánt is kritizálták a 7 a 6 elleni játékkal, meg nem tudom, szurkolok. Én meg pont azt látom, hogy, hogy egy csomó gondolata van, és a 7 a elleni játékkal nem volt problémája a Fradinak, Annyi volt a problémája, hogy kihagyta a helyzeteit, amik megvoltak, és abból üres kapus gólokat kapott. Jó, a meg ugye nem is csak két a hat, hanem ember hátrányos üres kapu volt. A női csapat ne lehet, hogy ez zavar őket. Igen, nem a igen, igen. Akkor nem lehetne semmit kipróbálni. Tehát, hogy nekem, meg, igen, meg persze nem ment lékainak, meg nem ment Zsoltnak, mert őket is sok kritika érte, ez igaz. De, de ment Bognár Alexnak. De, de utána ment Bognár Alexnak. Csörgő, Christoph. érdekes. Cs Győri Kristóf is jól védett, különösen az elején. De Csörgő például később került pályára, mint én azt gondoltam, hogy a törököt előbb vetette be irányítóban, aztán jobb átlövőben is Pásztor István, de aztán a végé hozzá tudott tenni a frissességével, az egyegyezéseivel. Szóval egy, egy csomó pozitívuma volt. Ennek Pista a is azt mondta, hogy a védekezés, és hogy igazából a második fédőre. Ja, és a kapus a végén. Tehát, hogy amikor egy elmaradoztak a védések, és akkor jött Borbé, és fantasztikus védett a végén. Igen, azért annyiban igazuk van a szurkolónak, hogy látszatra ugye akkor történt nagy változás, és akkor lépett meg a váll sőt, tehát nem csak látszatra, hanem az eredményjelző alapján is. Igen. Amikor ugye 7-6-ot kezdett el játszani. Igen, mínusz 1-ről lett mínusz 4. A Fradi, és utána még azt hiszem, hogy kiállítás és, és ugye akkor is üres kapuval, hat mezőnyjátékossal hogy ne, támadott, igen, és ebből igen. kapott gólokat. De ugye ahogy mondod, hogy gyakorlatilag minden alkalom az szert dolgozott ki a 7 elleni játékban. Vagy azt... volt ilyen rossz közbelövés, mondjuk a szempont hát, Lékaitól, hogy nem is volt mód cserélni, de de hogy az volt a jellemző, amit te is mondasz, Igen. hogy meg volt a helyzet. Te ugye az a furcsa, hogy az a két játékos, akitől nyilván itt az európai porondon azt várják, hogy vigye a csapatot a hátán, az nem tudta, tehát Lékai és Balog nem tudta. Lékai a második fél idő elején leült a padra, és a térdét kellett jegelni, hogyha jól láttam, ami nem különösebben biztató, miután a térdével gondjai voltak az hát egész. nem a térdét, a combja volt az, de nem vagyok benne biztos. Hát ott igen, minden nem nézett ki jól, hogy már nem tudott visszajönni, és hát amikor Balog lejött, kicsivel később, akkor már hét volt közte. És ugye így került pályára Csörgő, Bognár és Nagy Bence együtt, és ez a hármas, három jobbkezes, tehát balkezes lövősorban szereplő játékos nélkül, hozta vissza a jó védekezéssel együtt a, a meccset. Jó a döntetlen persze ebből a helyzetből. Igen, hát azért ott a 49. perc végén még mínusz 5 volt, 41 perc után mínusz 7, tehát hogy Igen. nagyon tehát, nagy tehát nagy volt innen jó következés. ez a döntetlen, csak az a nagyon nagy baj ezzel, jó persze, ha nem lenne a döntetlen, akkor gyakorlatilag szerintem eldőlt volna, hogy a Fradi nem juthat tovább. Ezzel a döntetlennel még, most lehet mondani, hogy csak matematikai esélye van, de azért például szerintem az Isztádot idegenben, meg a Beridont idegenben meg lehet verni talán, és akkor, akkor lehet esély még arra, hogy azt a hárommal több pontot megszerezze a csapat, mint az előtte állók. Mm -hmm. Tehát még, még elvileg van esély a továbbjutása, de azért elnéz itt a csapatok játékerejét állhatna sokkal jobban is a Fradi ebben a csoportban. Yeah. És a, hát még egy dolog, ugye Lékai négy lövésből nulla gól, tehát eleve a, már a sérülés előtt sem ment igazán neki, legalábbis a befejezés, mert az irányító játékával szerintem nem volt különösebb probléma. De hát majd őt is hát a VB szempontjából nézzük ezt, akkor megint nem lehetünk olyan nagyon boldogok. Ami a füredet illeti, a füred gyakorlatilag ezzel az egy szerzett ponttal kiesett, Érdekes volt, mert ugye ott, ott mindenki örült ennek az egy pontnak, két nulla pontos csapat Igen, talál, azt az, az, az edzők, hogy gyere helyzetben nekik ez győzelem. Igen, viszont hát benne volt egyrészt a győzelem esélye, valóval, Az igazi győzelem. Az igazi ugye, Másfelől meg, ugye a, az osztrákok azért az eddigi mérkőzéseik közül egyet veszítettek el szűken, a második legkisebb gólkömség vereségük öt gól volt. Igen. Tehát, hogy ők azért picit kilógtak. Az gól, első négy csapatnak legalább hat pontja van. A igen, az a eldőlt, tehát ez hát a két csapat esik ki. Még a kis Veszprém. a, a Balogh Tibor emelte ki amúgy a pazar védéseit, hát a konkurs. És a végén mi? volt egy meghatározó, vég, és több, de a végén volt egy, ami, ami gyakorlatilag eldöntött mm -hmm. a meccset. Igen. Hát most jön a Tátrán elleni második meccse. A ez egy fogható Prémnőm, csapat, egyébként ezt mondta, igen. hogy érezték is, ezt is így lett. Hát gyakor. meg egy iszonyatosan túlterhelt csapat. Uh -huh. Tehát ez, ez a csapat játszik a szlovák bajnokságban, a cseh és mellette az Európa Ligában, és most már a, közelebb van a 40 lejátszott meccshez, mint a 30-hoz uh -huh. ebben a szezonban. Tehát egy brutálisan túlterhelt csapat. És úgy áll itt a csoport, hogy a Benfica csak két ponttal van uh -huh. jelen pillanatban a kis Veszprém előtt, és a Benfica nincs nagy formában. És jön még ide. És még jön ide. De, de az de, inkább elvihesség, nem érdemes számolni. Igen, igen tehát itt minden bravúr lenne. Most a Tatran elleni idegenbeli pontszerzés is már az lenne. De itt hát itt azért nagyon jó győző. teljesítmények Igen. voltak, szerintem itt Éles Benedek, aki ugye a végén a, a győztes, kvázi győztes gólt szerezte, Pulai is kifejezetten jól játszott, úgyhogy... És, és megverték a, a farkasokat hétvégén. Na tessék. Ez, ez várta tőlük amúgy a e konkoly. És 14 gólt lőtt a farkas. Na, elő. hát ott lőtte meg azt, amit itt a Tatran ellen nem, mert ő a Tatran ellen 6 per 0-ával indított, aztán hajrában ő is lőtt egyet, amikor fontos volt, nagyon fontos már, de a ja, pont ő nélküle tulajdonképpen úgy tetszik, Igen. az ő góljai nélkül verték meg a Tatran Presovot. Csema Rodriguez azt mondta, ez lesz a legfontosabb verseny ebben az olimpiai ciklusban. Természetesen az a célunk, hogy a legjobb formában legyünk a világbajnokságra. A játékosok ugye még edzenek, meccseket játszanak klubjaikban, de az azt követően előbb a kondicionális munkára helyezünk a hangsúlyt, december végén pedig, akkor ahogy mondtam, kezdődik a felkészülés. Ez melyik verseny? Világbajnokság lesz januárban, Méghozzá. és szűkített keret. Szűkített látott keret, látott, úgyhogy tapilágot. már nem csak marketing keret van, ahogy Viktor fogalmazott, hanem egy komolyan vehető keret is. Ez most már teljesen komolyan vehető részedről is? <laughs> Ezt muszáj komolyan venni, nem? Ez lesz. Megfogyatkoztak a Ferencvárosiak azért itt már. Kiderült amúgy, hogy kirakta össze azt az előző hogy Nem jelentkezett. Ő, nem? nem, nem, tudjuk. Minden esetre, ami engem meglepett, hogy kapus pozícióban némiképpen, hogy a, a rutinosabb Borbély helyett, ugye Palasics Kristóf lett a, a harmadik számú kapus, és hogy Topics kimaradt, így négy hármas védő van a válogatott keretben, ami elvileg elegendőnek tűnik, és Szőlősi visszajátszotta magát, úgy tűnik, hogy hosszabb távon is a, a válogatottban most már. Igen, ez volt az érdekes döntés, hogy Ilics vagy Topics. Mert ugye Ilics, vagy kimaradt. Igen, Ilics kimaradt. Ugye más pozíciót. Igen, de azért, mert ugye a megszabott Kettő lehetséges honosított játékosnál nem lehet. Több. Uh -huh. És hát végül is úgy döntött Csema hogy Ilics, és valószínűleg azért döntött így, mert Ónodi János Kuti sérült a Ferencvárosból, most már nem először a szezon során. Ugyan, volt egy csúnya orrtörése neki is. Igen, ugye Máté Dominik sérült, és Balog Zsolt formája pedig nem az igazi a Ferencvárosban, vagy hát hullámzó legalábbis mondjuk illi sem volt kiemelkedő, meg nem játszott olyan nagyon nagy meccseket, de végülis ezt látta jobbnak. Én szerintem Topics hiányozhat. Mégpedig azért hiányozhat, mert azért Bánhidi az előző időszakban, úgyhogy ha az éveket vesszük, akkor kijelenthető, sérülékeny volt. Van mellette egy Rosta, aki ugye akkor kap igazából lehetőséget éppen a Szegedben, hogyha Bánhidi nincs, legalábbis a nagyobb meccseken a bajnokságban játszik szőlősi, nem hármas védő. Ligetvári sípos. Ligetvári sípos. Érdekes szerintem, mert ugye nyilván egy olyan védőspecialista, aki támadásban is szokott játszani uh -huh. ez topics, az lehet, hogy uh -huh. olyankor jobban jönne, de még emellett is vannak gondok a keretben, mert Mikler ugye most már a hétvégén, a, amikor a Szeged éppen hogy nyerni tudott a csurgó ellen, 15 védést produkált, tehát visszatért, de rengeteget hagyott ki. Tehát igazából nincsen meccsben, Szitáról beszéltünk, hogy nem apostján játszik, nincsen meccsben. Illic Zorán most éppen beteg volt, különben sem nagyon játszik, nincsen meccsben. Lékainak rendszeresen problémái vannak most már, én úgy látom legalábbis nem szokta végigbírni a meccseket, vagy ugye legutóbb láttuk, hogy jegelni is kellett a valamiét, akkor így mondom, a térd, valószínűleg a térdét, nem vagyok benne biztos. Tehát, hogy sok olyan pontja van ennek a keretnek, ahol... Törékeny. Törékeny. Ugye ja, 20 plusz 1 most, hogyha jól mondom a... A tartalék a győri matyi, igen. És ugye 18-ra ezt redukálni kell majd, és a 18-ból 16-ot lehet nevezni egy-egy mérkőzésre. Ki, kiket fognak szerintetek ebből a keretből, ki az a három? Hát szerintem most fel kell mérnie csemáiknak azt, hogy ezek közül a játékosok közül ki az, aki hosszabb távon is gondol bíbelődik. Palasicsról annyit, hogy egyébként most már említettem ezt a nekotatabánya döntetlen a hétvégéről, 18 védése volt, és a másik kapuban pedig kettő, tehát ez azért mm -hmm. elégé meghatározta De nem Székely azt a találkozót. Székely nem volt. Ezt a két szlovén-magyar összecsopás, szerintem majd ott tisztul a kép, gondolom. Meg hát azért mennyi Begli teszik el hát, itt azért még sok minden van a levegőben. Megyünk tovább női kézilabdával, és hát ismét Istvánt fogom idézni, mert hogy azt írta, hogy Ferencvárossal kapcsolatban ugyanazt érzi, mint a Szegednél, hogy évek óta jönnek a hangzatos kijelentések, hogy Final Four a cél, az új igazolások pedig semmilyen erősítést nem jelentenek egyik csapatnál sem. Cvíj a pedig nála már a ciki kategória, nagyon erős szavak ezek, tudom, majd nyilván ti árnyalni fogjátok, de tulajdonképpen abban viszont megegyezhetünk, hogy ugyanaz volt a probléma, mint a kinti mérkőzésem? Vagyis? Hát vagyis gyenge lövő százalék, gyenge kapusteljesítmény. teljesítmény. Ö, jobb volt valamivel a kapus teljesítmény, mint azon a mérkőzésen de az ellenfélé nyilván felülmúlta a Fradírt, mondjuk azt mondta Elek abból fakadóan, hogy, hogy lefelé lőttek sokat Davidsennek, és euh, amikor elkezdtek neki felfelé lőni, akkor már jobban ment. Ebben Én inkább arra el... emlékszem, amikor a kapuscsere megtörtént, utána jobban ment. Igen. Az tehát, hogy David Zent levitték, Jó. utána már jobban megy. <laughs> ez is igaz. amikor visszajött, akkor már kevésbé. De... Na ugye alapvetően az, az, az meghatározta ennek a mérkőzésnek az alakulását, hogy Kisfaludi is megsérült, tehát Csvícs egyedül maradt beálló pozícióban. Kezdjük a kh tehát És Csvícs, ahogy Viktor is a múltkor kiemelte, néhány perc után cserélendő. És ez a mai mérkőzésen, vagy ezen a mérkőzésen is kiderült, 6 és fél perc után már jött Stolle. le. Gondolom azért lett ő a kinevezett beálló, mert mert így hármas pozícióban védekezve gyakorlatilag egy az egyben tudta switchre Egyébként gyakorlatilag nem kellett a struktúrát rá. megváltoztatni. Így van, nem kellett belenyúlni mélyebben a struktúrába. Tehát Elek Gábor szerintem ezért dönthetett mellette, és elmondta a végén. Szegény, írt, hogy nem mindig tudtuk, hogy merre igen. megyek beállósként, ez Na arra de, volt. Igen, de így is volt négy lövése, most igen. nem mondom, hogy mindegyik beállóból, és szerzett két gólt, miközben Switch egy per nullával. Meg zárt. is köszönt az Elek Gábor neki egyébként teljesen jogosan a beugrást, vagy szintén teljesen posztilegen volt neki. Érdekes, ugye eleve az hogy Kisfaludi kiesett, három darab hármas védője maradt a csapatnak. Ugye Tomori, Stolle és Cvícs. És Cvícs. Így van. Az a Cvícs, aki. Még bölk is azért. Hát, ha bölk, úgy adódik. De egyébként szőlősi Zácsi Szandra is persze a, például az MTK-nál rendszeresen védekezett hármas, de hát ez nem ugyanaz. Meg most, amikor nem jöttek össze a cserék, akkor bölk maradt bent hármasban. Tehát de három olyan, akit alapvetően mondjuk Ele Gábor, akkor is el tud képzelni hármasban, hogyha Mindenki van választék. Igen. És hát emellett ugye a cvics állítólag nagyon jó erőállapotban van, tehát ugye én Tomor és Zsuzsát meghallgattam a harmadik főidő adásában, és nincsenek fizikális gondok a csapatnál. Egyébként erről a Gábor is beszélt, hogy mindenki is is az EB kapcsán Tehát is ezt emeli ki. valószínűleg nincsenek. mentális okokból nem tudott többet a pályán lenni, én erre következtettem, ami nem tudom, mivel magyarázható, hogy megijed a hatos vonaltól, és már öt percig még bírja a közelségét, de utána elkezd megni, vagy nem tudom, hogy mi. De ez így nagyon kínos. Tehát, hogyha valaki mentális okokból nem bír öt percnél többet a pályán lenni, és ez az egész csapatra rossz hatással van, úgy, ahogy van. Tehát innentől kezdve meghatározza a cseretaktikádat, meghatározza a lehetőségeidet. Én nem csak ezt emelném, mert a Lekicsnek is van valami súlyos mentális problémája, azért nagyon lassú. És az egész játék lassú tőle. És azért annyit mondanék itt, hogy hatalmas-hatalmas nagy köszönettel tartozik a Ferencváros és Elek félnek. Az, hogy behozta a fiatalokat? Hát azzal, hogy nem akart megalázó vereséget mérni azt jössz, Niago, a fiatalokat. Egyébként hogy a nem jött már vissza. Egyébként Pinte előtt le a kalappal. Egyrészt szerintem slankabb is, mint mondjuk pár évvel ezelőtt, de hogy mennyit fejlődött mondjuk a... Mondjuk mellett állva ütközik ez ki. Igen, de Árnczer is fogyott egyébként is egy csomót, néz ki tehát, Pintea. hogy, hogy ott, és egy masszív hármas duó, ettől függetlenül. Mentálisan jobban néz ki, igen. Szóval a Thüringer HC-ban látott Pinteához képest égésföld, egykezes labdafogás, egy csomó minden tud, amit, amit, akkoriban nem tudott szerintem. Szóval hogy ő, ő, jó, hogy nem volt pályán már a végén, ez igaz. Bár azt is hozzáteszem, hogy amennyi fiatalja volt a Fradinak, tínédzsere, ők is fönt voltak, ugye Babtorka gólt is lőtt, illetve Kukai is. 16 éves volt. Babdorka, azért innen is gratulálunk. Jó, hogy van azért kikhez nyúlni. Hát muszáj lesz játszania. Ugye a beálló pozíció érdekes ilyen szempontból, hogy, hogy egy kinevezett beálló, vagy, vagy a fiatalok közül valaki, hogyha hosszabb távon előáll egy ilyen probléma, bár remélhetőleg kis gyorsan visszatér. Mert persze így nem kell cserélni Stollét, ez így logikus döntés, csak remélhetőleg azért legalább kettel lesznek igazi beállók. Nagyon kritikus voltam, úgy, bocsánat, amiről Vaszélét mondod az Elek Gábor, nem önkritikus, hanem kritikus volt, ugye? Szokás játszott szerint. jól szerint a Bukarest, vagy? <laughs> Nem, a csapatával, a lányokkal mm. volt haragudat Egyébként rájuk. ezt uh, Tomori Zsuzsi is mondta, hogy megbeszéltek valamit, illetve csomó mindent, Szemt és aztán nem meg. csinálják meg. De mondjuk szerintem ez is képesség, nem? Tehát hogyha ez sokszor előfordul, mert egy-egy mérkőzés rendben van, de hogyha ha begyakorolod, átbeszéled, tudod, hogy mit kell csinálni, és a végén nem azt csinálod, az szerintem éppen úgy a képességbeli, vagy felkészültségbeli problémákat takarhat. Mert lehet, hogy ami az van, mert az ellenfél jobb és rád kényszeríti az akaratát. Ez Nem legyen. azt csinálod, amit akarsz. Mm, hát jó, de azért a lövéseknél általában tudna, mondjuk, hogyha ennél maradunk, ennél a témánál, tudna felfelé lőni az esetek többségében a játékos? Hát igen, de az van ezzel, hogy amikor éles helyzet van és szorongatnak, akkor általában azt lövöd, mint játékos, ami az alap. És csak akkor, hogyha egy kicsit magadnak időt tudsz nyerni, van időt gondolkodni, meg nyerekben vagy, akkor tudod a mást lőni. Tehát nem, a, nem az mm -hmm. alaplővése. És akkor megint arról beszélünk, hogy görcs? Nem, ez egyáltalán nem görcs. Szerintem, mi? Ez, szerintem ez az egész, tehát az, hogy mentálisan problémák vannak, mitől lennének? Bölk hirtelen visszajött a Fradiba, és mentális gondjai lettek. Lekicsnek mentális gondjai vannak? Hát egy ennyire rutinos, egy másfél évtizede a világ tartozó irányítónak, mitől lennének mentális gondjai? Tomori Zsuzsának mentális gondjai vannak? Tomori Zsuzsa az egyik legokosabb védőjátékos az előző évtizedben. Mitől lennének mentális gondjai? Már esteinek hirtelen visszajött a holland. Nem, ő egyébként ő csinálja. Tehát, hogyha nem sikerül, ő oda megy, legközelebb Na, de is lövi, pont őt azért kiemel. Ja, tehát arra, arra akarsz kiukadni, hogy nem érted, hogy, hogy, akkor kire gondol el a Gábor? Nem, nem értem, hogy miért hivatkoznak mentális gondokra. Én azt gondolom, hogy az ellenfél jobb. És hogy ugye elhangzott ez is, most talán edzőtől is hallottam, de Tomori Zsuzsától is hallottam, hogy, hogy edzésen meg tudták csinálni, és milyen jó, hogy meg tudták. Most erre nekem az a példám, hogy mondjuk a magyar NB1-nek, nem tudom jelen pillanatban a nőknek ki az utolsó helyezettje, de valószínűleg edzésen ő, ők is nagyon jól meg tudják egymás ellen csinálni, csak utána jön az ellenfél. A Fradi is lehet, hogy a saját tempójában meg tudja csinálni, csak a Bukarest gyorsabban játszik, gyorsabban védekezik, így nem tudja megcsinálni. És ez nem mentális kérdés, hanem ez erőléti Sebességbeli, technikai, meg ilyen kérdés. Még azt hozzátenném ez a meccshez, hogy nagyon érdekes volt Vászilének az időkérése, mert egyszer ugye azt mondta, hogy ne becsüljétek le stollét, ez volt az egyik uh -huh. megjegyzése a csapatának, és kukelyre azt a szót használta, vagy azt a szó összetételt, hogy az új lány. Hmm. De rá is felhívta a figyelmet. Hát annak ideje, mint. Az ö... új lány. Ö... Pásztor a, a, már az a pásztor, aki a, a Békés Csaba labdarúgó csapatának volt az edzője, és akkor a, a, a román fiút fogom becserélni, nem tudom, a héten jött. Tehát, hogy a, és, és állítólag jól fejjel azt mondta. És, fejjel, és állítólag igen, igen, igen. jól fejjel. Igen. De, szóval az, az egy kicsit. Oké, jól állt be egyébként. Nagyon jól, tehát ő jól játszott. Háromból hármat lőtt, kettőt jobb átlövőből, tehát... És érdekes, hogy jött is az a három jobb kezessel uh -huh. való Akkor az játék működött. működött. Bár igazából. egyébként sokkal többet hozzá tehát különösen az első félidőben, mint a, az előző mérkőzésen. Igen. Meg kapusposzton is most megnéztem, négyhez képest nyolc védés volt, ez még mindig nem olyan nagyon sok. De... Azért az már... De az már, igen, az, az már, megjelenik. Eléri. Amúgy zácsikot szerettem, a szülösi zácsikot még megemlítem, az hogy az ő van. nagyon, nagyon küzdik így a sérülése után, és egyelőre kevéssé használható formában. sajnos. Úgyhogy gyakorlatilag igen, az ő formája az jó lenne, gyorsan visszatérne. Ugye, de ott a hajrában, amikor a Fradi feljött, akkor már David Zempinte, a Neagu, Zádi, Aone és dembelésem sem játszott. Tehát gyakorlatilag a b sor, egy 17 éves jobbszélsővel, egy 19 éves jobbátlővel és egy 18 éves beállóval játszottak éppen a jó, azért Robán. mondom, hogy akik voltak Tinérgyelek, a Fradinál is fent voltak, ugye, pap és kukely. A Bánikkal játszik most a, a Fradi, de az ellenfeleknek még majd marad a Bánik és a Krimelleni elleni meccsük is uh -huh. hátra. A Fradinak is egyébként egy hazai Krimelleni elleni mérkőzése lesz, de a legvalószínűbb most, hogy kinéz az ötödik hely. És ahogy a győr most áll, abból meg arra lehet igazából azért. következtetni, hogy még mennek Brezbe, nem? Tehát a Fradi. Megy meg, az Odense. A, a Brest, igen. Tehát azért ott uh, egyrészt közel vannak egymáshoz pontszámban, másfelől pedig, ha ott, ott uh, győz a hazai csapat, akkor az nem lesz Hát akkor már hely. nagyon nehéz. Én az, jó. Én, én, azt mondom, hogy az ötödik hely reálisan elérhető, de jelenleg úgy áll a, a két csoport, hogy most uh, Ferencváros Győr meccset játszanának a. Az simán benne van, van hogy így változnak ért. a pozíciók, tehát benne, de benne lehet. És akkor innen át lehet kanyarodni a Fradi Győrre megint azt kell, hogy mondjam, amit a, a BL újraindulása előtt mondtam, hogy a Fradinak szerencséje van. Mert ugye most úgy játszik, hogy a Győr egy nappal később játszott a BL-ben és idegenben, tehát még utaznia is kell. Sőt, utána, hogy hazaért Győrbe, még Budapest és utaznia kell, bár ez a rövidebb út nyilván Bukarestből haza, az, az lehet, hogy nem annyira kellemes. És még lehet, hogy havazni is van. Tehát egy másfél nappal többet készülhet a Fradi erre a az egymás közötti mérkőzése. Hát és vereségből jön az Eto is, mert nagyon kevesen e vannak. És Tehát, nagyon kevesen vannak Győrben. Tehát most Grósz kiesett tortörés miatt, visszajött Rű, ami egyfelől persze még talán könnyít is, a, hogyha már így a két játékos összevetésében gondolkodunk a, az edző dolgát, hogy a hosszú oldalon egy jól védekező játékosa van, de azért én, én bár nem volt nem lógott ki mondjuk a csapatból, én azért úgy, úgy lomhábnak láttam, aztán lehet, hogy csak bebeszéltem magamnak így az ázsia játékokról való visszatérés. Hát igen, követően. de még nem is tud, én nem tudom például pontosan mikor ért vissza, mert azért itt az időeltolódás miatt Persze. még ilyen gondja hát, is. Én erre, erre gondolok, igen. igen. Átállásbeliek. Igen. Úgyhogy az, az, hogy négy embere maradt kvázi a belső posztokra, bár Haugstedet benevezik most már a második egymás követő BL mérkőzésre a győriek, az megnehezíti a dolgokat, és Oftedás szerintem megint elfáradt ezen a mérkőzésen a rapide elleni meccsen a végén. Én legalábbis így láttam. És ez meghatározta a haját. Igen, nyilván jöttek ezek a játékosok egy Európa-bajnokságról, amelyik megterhelte őket, tehát ő is, meg minkó is, meg Hansen is az EB végéig Igen. fontos meccseket játszott, és utána sem tudnak még csak a meccseken belül se pihenni 20 perceket, mert nincsen kire lecserélni őket. Tehát én azt mondom, hogy a győrnél az az iszonyatosan nagy rizikó, hogy emellett a terhelés mellett még újabb sérülés is történhet, ne hogy Isten, tehát tényleg ne legyen ez. De Igen, akkor egyébként az Yahia kapcsán felvetődött bennem. Hogy ő mennyit játszott az elmúlt időszakban? Rengeteget. Rengeteget. Meg Ez az, az eredménye. Hát perc nem tudom, hogy ennek az eredménye, pontot. azt azért nem állítom. Nem ugye, egy rossz sajnos, lépés. Sajnos. Sajnos. Tehát, ráadásul még csak az sem volt, amit mondjuk Trastarsonnál lehetett látni, hogy olyan nagyon magasra felugrik és abból rosszul érkezik, hanem ő egy sima kitámasztásnál sérült meg. Igen. Na, menjünk úgyhogy... akkor tovább elve a román uh -huh. elemzéssel. Én majd annyit hozzá szeretnék tenni, hogy szurkoló lehet így is. Mert hogy egészen elképesztően kedves gesztusokról kaptunk mi is leveleket, akár Jánostól, akár Attilától többen is elküldték nekünk, de akkor magáról a mérkőzésről. Neked Igen, azért, azért elég egy nem. Tehát, van. Hogy, hogy, hogy amit Borsos Attila is említett ott a közvetítés elején, hogy egyáltalán semmiféle fenyegetettséget nem éreztek. Itt a szurkolók azt mondták, hogy nagyon barátságosan bántak velük az ellenfél. Egyébként vidám sál és kellékcserék, Igen, meg, meg a biztonságiak, meg ugye ez, ez egyáltalán mindenki. Tehát ez tök jó, oda-vissza ment ez a dolog. Szerintem ez, Sőt, a roham rendőrök készítettek el, hogy írták, hogy de nem engedték be őket a csarnokba, mert mondták, hogy nem lesz erre szükség. Mm. azért ezeket is fontos elmondani szerintem És is. úgy, hogy ez a forró légkörbe ez mind belefért, Igen. Mert, mert ugye a forró mert az garantált, hát Igen. ez teljesen egyértelmű. Érdekes, hogy Kétszer voltam így helyszínen román-magyart közvetíteni kézilabdában, egyszer Nagybányán, egyszer pedig Bukarestben egy vőcse a Győr BL elődöntött, amikor még oda visszavágos volt, mm -hmm. és egyszer sem volt az az érzésem, hogy fenyegetve lennék, pedig szurkolók között egy ilyen adhok kommentátorálás volt kialakítva, konkrétan mondjuk Nagybányán a, a platón, ahova letették az asztalt. Én is voltam, és a, de monitort. Jó, de hát bemondták, hogy Agri Vassila megérkezett. És... De ott, ott a, még a plató mellettem álltak nagybányai szurkolók, és az ő részükről sem éreztem semmit, pedig nyilván hallották, hogy magyarul beszélnek, meg rájöhettek, hogy akkor magyar kommentátor vagyok. És Bukarestben is, amikor a őcse a fogadta az etót, akkor is ott mondjuk nem volt ennyire közel hozzám senki, de rendesen a széksorok közé tették be a, a kommentátorállást, és nem tudom, nem volt olyan, hogy megdobtak volna, vagy fenyegettek volna. Tehát én nekem nem voltak ilyen rossz érzéseim, de azért a lelátó egyéb részeim volt, amikor láttam uh -huh. konfliktusokat. És hát már a rapida, hogy itt szerepeltek a szurkolói, hogy ugye úgy távoztak a győri csarnokból, hogy rendet hagytak maguk után, feltakarítottak ö, japán módra, ebből lehetett sejteni, hogy itt, itt valami ilyen hát nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy nem sértődik-e meg a fél ország, de hogy egy román-magyar barátság kezd kialakulni. Gyerekek, a végén közös szemétszedés volt, ezt azért mindenképpen kiemelném, mert hogy ez tök jó, hogy előfordul, tehát hogy lehet így is és igazándiból a sztereotípiákat ilyenkor lehet egy kicsit A régi felirni. őrsi órák hangulatát felelevenítették, már aki emlékszik még arra, közös szedésre. Egyébként János, aki rendszeresen érdekünk, földobott egy lehet, hogy nagyon utopisztikus dolgot, de most mondjuk be, és hát ha megtörténik, reméli, és mi is reméljük, hogy a Népligetben szerdán hasonló lesz tapasztalható. Fú, reméli hirtelen, mondom, hogy kerül ez ide, de jó, igen. Kizárnak Amúgy... tartom. Amúgy, hát látod, de álljunk hozzá pozitívan. Amúgy a ra Rapid az megint megerősített szerintem bennünket abban egy jó csapat, egy korszerű stílusban kézilabdázó csapat, amely robog. Még megkockáztatom, hogy az etonális a jelen állapotában lévő, jelenlegi létszámmal felálló etonális jobban képes robogni, úgyhogy ez, ez mindenképpen figyelemre nem véletlen, hogy Ambros Martin úgy állította össze a csapatot, hogy csere nélkül tudja a támadás játszani. Igen. És még amikor belecserélt a saját csapatába, még akkor is úgy állította össze, hogy ne kelljen. Tehát volt egy olyan felállás, a, most a belső négyest mondom, hogy Rü, Brock, Hansen, Oftedal, és akkor ugye ők védekeztek így egymás mellett hátul, és ugye így tudnak támadni is, Brock beállóban, az ember bal lövőben, Oftedal irányítóban, Rü jobb lövőben, és utána volt egy olyan is, hogy Zeminkó, Rüblom, Blom, Oftedal hátul, és akkor itt meg ugye Zeminkó játszott balátlövőt, Oftedal irányított, rű, jobb jobbátlövőt, és Blom beállott. Tehát igyekezett Igen. úgy feltenni a csapatot, hogy ne kelljen cserélnie. Igen. Úgyhogy egyébként nem védett rosszul Szolberg, de itt is bejött ez a kapuscsere egy darabig a, a letófordításában kulcserepet játszott Toft. Végre olyan lángon égett, ami ilyen szeretjük őt látni, ha az etóban véd, és nem szeretjük, hogyha mondjuk a dámválogatottban válogatottban mm -hmm. ellenünk. De, de azért is ezt a két mérkőzést, vagy ezt a másfelet, amit kapott, hiszen a második félidőt kapta meg Győrben, azt szenzációsan lehozta. Tehát a meccs egészét tekintve azért mégiscsak az ő szerepét kell szerintem kiemelni. Én megemlékeznék a játékvezetőkről, mert szerintem a második félidőben hát főleg a nagyon, végén. nagyon erős hazai pályát fújtak. És a, ugye Ambrose Martin nyilatkozott utána, sőt, Toft is, és még Toft is megemlítette, hogy az ellenfél minden előnyét élvezte a hazai pályának. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem a szurkolókról Igen, beszél, azt Mondta, hogy őket dopping volt, és hogy milyen jó volt ilyen hangzás. Nagyon pozitív játszani, nyilatkozat voltam, ugye. Hanem, mond. ahogy én láttam, a hetesek megítélése, a beálló tevékenység megítélése, a kettő percek megítélése, teljesen egyértelműen egy oldalúra sikeredett a horvát játékvezetőktől, arról nem beszélve, hogy mondjuk Saccónak elvették egy lerohanás gólyát úgy, hogy 20 centivel lépett uh -huh. a vonal elé, és, Igen. és jelezték, Pont hogy belül a... hol, Igen. volt. Szerintem rű rabda, labdavezetését sehol nem fújják le, mint kétszer indulást, amikor a végén megindult. Előtte Fodor kezére szerintem rácsaptak, és ebből mind a kétszer kontra gólt kapott az Eto, ugye Igen. egyről indultak, és három lett ott egy percen belül. Igen, és egyetlen egy-két percet osztottak ugye az egész meccsen a Rapidnak, amelyik pedig kőkeményen védekezett a beállókkal szemben, és Fodor is egyébként beálló helyről Így van. lőtte ezt. Az a kettő perc, az Korsos Dorinájé volt, és az egy piros lap volt. De piroslaposan piros laposan kellett ahhoz szabálytalankodni, hogy kettő percet kapjon a Rapid, miközben a túloldalon például az első fél időben volt olyan házen két perc, hogy egyszer nem is értem, tehát annyira sima falt volt, hogy semmi nem történt. Tehát én, én nagyon azt éreztem, amit Tamros Mártin is mondott, csak ő nem mondta ki így, tehát uh -huh. nem mondta, hogy a játékvezetők, de hogy itt most minden egy irányba mutatott úgy, ugye Bucseski volt még, akit mindenképpen egy érdemes kiemelni, ott elég sok gondunk volt a baloldali kettes védő környékén, ott onnan sok gólt lőttek. Igen. Bárki is védekezett ott, és különösen Bucseszki révén. És még annyit elmondani, hogy gyorsan, hogy úgy tűnik megvan Neagú utódja a román válogatottban, Grozáp személyében, aki a két meccsen 28 lövést teresztett el az Eto ellen. Még azért hatékonyságban javulhat, de reméljük nem fog. <laughs> Mert azért így is iszonyatosan jól lő. Igen. Tehát egy nagyon jó kis játékos. Péter írta nekünk, minden csapatunk főtáblás lett, aki indult, akár női, akár férfi Európa-ligában, ez jelentős erőrelépés. Csak több siker nem ártana, mint amit a férfiak elérnek, reménykedhetünk? A nőknél szerintem feltétlenül. És ami még kiemelendő, én úgy gondolom, hogy román-magyar összevetésben itt nyert pár harcokat a magyar bajnokság, ha úgy tetszik, ugye kettőt is és De a mosó nem volt egyértelmű. A egy góllal. Igen, a szűk volt, talán. azt nem láttam egyébként, még nincs fent az LHF oldalán. Igen. Úgyhogy azt még nem láttam. Ami, ami a siófokot illeti, azt láttam igazából. Hát az mutatott, már a hazai meccsen. Áldunk, a hazai meccsen, igen, és itt is jól kontrollálták összességében a, a, mérkőzés nagy részében ezt a, ezt a párharcot. Tehát az ugye a Debrecen alanyi bejutott, Mondhatjuk, hogy szerencsés volt a vád sorsolása, tehát igazából ez a két magyar-román párház lehetett legfeljebb kérdőjeles, különösen annak tükrében, hogy a, a nagy disznó, a Debrecent tavaly kiverte. Ugye három norvég és három francia csapat van a főtáblán, négy magyar, de csak egy román és kettő dán. Dánok is, meg kettő német. Uh -huh. Dán csapat is több szokott lenni általában, Igen. most ugye összecsorsoltak kettő Dán együttest, és hát a, a Viborg kiesésében szerintem óriási szerepe lehet annak, hogy a írek szerint hatalmas anyagi gondok vannak, nem csak a Viborgnál, hanem több Dán klubnál is, hogy ott már a játékosokat nem tudják egyes helyeken fizetni, meg közadakozásra számítanak, hogy fent tudjanak maradni a klubok. Tehát ez egy ilyen szempontból is érdekes Európa Liga lesz. Nem látom, hogy a magyar csapatok bármelyikének ne lenne esélye a továbbjutásra. Most így a sorsolás előtt mondom, de megnéztem az ellenfeleket. A három norvég csapat, azért tudjuk, hogy Norvégiában a Vipersztől igen erősen elmaradva jönnek a többiek, mert azért egy-két leckét kaptunk a, az előző időszakban még a gyengébbektől is, de ugye most a Strohan már is ott van a, a BL-ben, tehát gyakorlatilag a, a harmadiktól Lefele szerepelnek az Európa Ligában, tehát ezek már nem lehetnek annyira erős csapatok. A franciákat érzem jónak, meg, meg az ikáztot, különösen a dánok közül. Ennyi volt a mai Vax, írjatok nekünk, keressetek minket akár privátban a Vax Facebook oldalán, akár a megjegyzések közé nyugodtan a videó alá, iratkozzatok fel a csatornánkra, és természetesen egy hét múlva ismét jövünk, hát lesz mit kibeszélni, lesznek itt még BL-mérkőzések, illetve hát jön ez a bizonyos Ferencváros város találkozó. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.